Újabb fiatal magyar labdarúgó írt alá Ferencvároshoz. Csernik Kornél 18. születésnapja után pár nappal aláírta élete első profi szerződését. Mindez persze nem ajándékba kapta, a fiatal támadó fél év alatt az U19-es csapatból a felnőtt keretig küzdötte fel magát. A Lisztes Krisztiántól kaptam egy telefonhívást egy másfél hét pihenő után, hogy akkor jönnöm kéne. Hát tényleg nagyon boldog voltam aznap, és nagyon izgultam ugyan, de azt gondolom az első edzésem egész jól sikerült, és onnantól meg tényleg a legjobbat akartam nyújtani, és szerettem volna itt ragadni. Tényleg nagyon fordult velem a világ az elmúlt pár hétben, ugye a felnőtt csapathoz tudtam kerülni így legalábbis edzésen, és utána meg most ugye felajánlották a szerződést, és tényleg rettentően boldog vagyok, hogy aláírhattam ide. Amikor bejöttem az öltözőbe, az U19-hez, már rögtön megfogott a hangulat, és éreztem, hogy itt jó helyem lesz. Kornél eddig csak a televízióban csodálhatta Gera Zoltán játékát. Pár napja azonban már azt is megtudta, milyen az öltöző szomszédjának lenni. Igazából ilyen nagy játékosok között először az ember tényleg nagyon visszafogott, és még azt is nagyon vártam, amikor válogatottak. Például Gerával ugye 2-3 napja találkoztam először élőben. Tényleg hatalmas megtiszteltetés volt vele, és most mellé ülhetek az öltözőben, az is fantasztikus. Tényleg nem gondoltam volna soha. Zoli kitalálta, hogy én vagyok Andrés Iniesta, talán a külső miatt is. Igen, és most sokan így hívnak az öltözőbe, viccesen. Az öltözőben előrébb helyezzük a másikat. De ha már meccs van, koncentrálni kell, és ilyenkor már elfelejtem, hogy úgymond milyen megtiszteltetés ilyen nagy játékosok mellett játszani, és csak a meccsre koncentrálok, és a győzelemre. Akárcsak Nagy Ádám, Csernik Kornél is futszalozott, így óhatatlan az összehasonlítás, valamint a kérdés. Kornélnak is összejöhet-e az a villámkarrier, ami Ádámnak? Megmondom őszintén, hogy ilyen dolgokon még nem gondolkoztam, és talán jobb is, mert akkor könnyen elszállhat az ember, és inkább túl gyorsan történnek velem ezek a dolgok, és tényleg nincs időm gondolkozni, de talán jobb is így. Még ilyenekben nem gondolok bele. Igen, olvastam ugye egy cikket, a Lisztes Krisztián cikkét, amikor megemlített benne. Én rendkívül büszke vagyok, de ezzel tudom, hogy még nagyobb nyomás van rajtam, és szeretném bizonyítani, hogy ez így is van. És szeretném követni Nagy Ádám példáját. Nagyon szeretek szélsőt is játszani, de a legkedvenc posztom a támadó középpálya. Ott érzem magam teljesnek. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és hogy tényleg majd a nézőknek örömet okozhatok a futballommal, és nem gondoltam volna, hogy itt leszek tényleg. És még tényleg nem nagyon fogtam fel. Legyél te is bérletes fratista! Szurkolj kedvezményesen a Grupama Arénában a bajnok és kupagyőztes Ferencvárosnak a 2016-17-es szezonban. A részletekről és a kedvezményekről minden információt megtalálsz a fradi.hu-n. Előre a 30-adikért, mert együtt megszerezzük!